A cég munkatársai folyamatosan figyelik a meteorológiai előrejelzést. Ma már hajnalban elkezdődött mind a kézi, mind a gépi hóeltakarítás az önkormányzat által elfogadott téli síktalanítási terv alapján, tudtunk meg Lukács Líviától, a cég ügyvezetőjétől. Az intézkedési tervben leírtaknak megfelelően a Kazincbarcikán található utakat, városrészeket fontosság szerint különböző szintekbe sorolják. Elsőbséget élveznek a tömegközlekedéssel érintett útszakaszok, a nagy forgalmat bonyolító, egészségügyi és szociális, valamint a nevelési és oktatási intézmények megközelítését szolgáló utak. A terv alapján biztosítva vannak az eszközök, felszerelések, gépek és a humán erőforrás is. A munkálatokhoz több nagyobb méretű gépjármű és kommunális traktor, valamint a síktalanításhoz szükséges szóróanyag is rendelkezésre áll. A Barcika Park Kft. Munkatársai a hétköznapokon túl minden hétvégén készenlétben vannak. Ha szombaton vagy vasárnap esik a hó, vagy csúsznak az utak, a kollégák azonnal megkezdik a munkát. A város lakók biztonsága érdekében ügyeleti telefonszámot is biztosít a Kft. Havas, csúszós utak esetén a 48 510 030-as telefonszámon jelezhetnek a munkatársak felé.